Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című magazinműsorunkat látják, következzen röviden a mai téma. A mai műsorban Szénás Imre kalapkészítőmesterrel beszélgetünk szakmájáról és annak renoméjáról. Ő már több mint 50 éve iparosként készít különböző fejfedőket hölgyek és urak számára, bár legnagyobb sajnálatára a 21. század már nem nekik áll. Változik a módi, és egyre kevesebben viselnek kalapot. Az interneten keresgélve azért rátaláltam egy-két OK és kalapkészítő tanfolyamra, viszont többen azt írták, professzionális ezt a szakmát ma csak Angliában lehet megtanulni. Nézzük, mi a helyzet ma az 50-es, 60-as évekhez képest. Mai műsorom vendégem, azt gondolom, hogy sokak által ismert úriember itt Nyíregyházán, már csak azért is, mert régebb óta fiatal. Úgyhogy holnapi születésnapja előtt egy nappal, ha megengedi, akkor nagyon boldog születésnapot kívánok önnek. Vendégem Szénás Imre, akit azt gondolom, hogy leginkább kalapjai által ismerhetünk, főleg az újabb generáció, ezt kell, hogy mondjam. Inkább a régi. A régiek talán másképpen is, vagy már a maiak nem hordanak kalapot? Tessék szétnézni, Nyíregyházán alig-alig van a fején kalap. De az ön kis üzlete még mindig itt van a belvárosban, sapkákat, kalapokat lehet készíteni. Nagybátyám a városanyag közvezetője volt az 50-es évek elejéig, azt mondja, megfigyelte, akiről tudta, hogy elment nyugdíjba, és nem csinált semmit, az meghalt. Egy-két éve belül mentek a halotti anyakönyvi kivonatért, én meg amíg lehet húzom. Azért vannak még, akik betérnek egy-egy kalapért, nem tudom, hogy ezt... Családi ünnepséghez, valami komolyabb rendezvényhez kötik ma az emberek? Manapság már nem, tehát alig-alig. Tehát már lassan népi táncosokból élek, és ősszel-télen pedig a hölgyekből. Sajnos egyre megszűkült a vevőköröm, mert annak idején a különösen az 50-es, vagy a 60-as években, amikor kezdtem a közepén a szakmát, akkor rengeteg munkám volt. Tehát volt úgy, hogy reggel 7-től dolgoztunk hajnali 5 óráig, és aztán újra 7 órától kezdtük újra. Ilyen már sajnos elmúlt, mert az emberek nem gondolnak bele, hogy haza beszélek egy kicsit. Ez a hagyományos kalapanyagból készült dolgok bármelyik, véd az elektroszmog ellen. Én már kipróbáltam nem egyszer telefonommal, ha előveszem a telefonomat, van nekem egy kis lengyel botocskám, ami azt mondja, hogy durván 2 millió milliteslával dolgozik a magyar hálózat, Ausztriában sajnos csak 10-zel, tehát Magyarországon sokszorosa, és ha ráteszek egy kalapot egy mobiltelefonra, akkor 700 ezred részére visszavesz az elektromágneses sugárzást. Ha másért nem, ezért is nagyon hasznos. Hát erről még nem is hallottam. Azért kell nekünk itt beszélgetni, tetejében még az üzletem közelében, ahol van egy elektromos trafóház, amit nem tudtam, hogy éveken át mi bajom van, délután 3 órakor, 4 órakor már mentem haza az üzletből, mert szédültem ki, és az egyik barátom nyugodjon békén, a kezemben nyomott egy könyvet, hogy Imre, te láttad ezt, és címe az volt, hogy elektromosság és egészség, és abban megdöbbentő dolgokat olvastam, tehát most arra térek vissza, hogy filc kabátba is dolgozom, amikor az üzletben vagyok, mert ezzel tudom úgy, ahogy kompenzálni azt az elektromos sugárzást, ami jön abba a trafóházból. Melyik időszakra emlékszik vissza legszívesebben a munkája kapcsán?
melyik időszakra? Hát mindegyikre. Hát én imádom a szakmámat. Én nagyon-nagyon szeretem. Én hangsúlyoztam már korábban, és csináltak velem reklám, és így riportot, hogy én egy szakbarbár vagyok. Én a szakmámnak élek. Én ebbe születtem. Édesanyám is kalapos volt. Hát sajnos már az a korosztály már nagyon kevesen élnek, akik anyámat nagyon szerették, mert egy rendkívül jó szakember volt, nagyon jó ember volt, és nagyon sok minden jóra megtanított. Tehát az a példa anyám volt, hogy mivel apámat elvitték így szegényképnek, éjjel-nappal dolgozni kellett, hogy nagybátyámat is ellássák, mert elküldték annak idején, vagy 300 forinttal nyugdíjba, tehát nagybátyámat is ő tartotta, nagyanyámat is, engemet is, saját magát is, és ennek következtében a munka, a munka, a munka. Mindene volt a munka, és én rám is rám ragadt. De önnek mi tetszett meg ebben a munkában? Nem tudom, kérdezem könnyebbet. Tehát egész pontosan én egy rendkívül mozgékony kölyök voltam, aki mindent akart, csak tanulni nem akart. Utána már az igaz, hogy rájöttem, hogy tanulni is kellene, de akkor már kicsit késő volt, mert végül aztán elvégeztem egy középiskolát, mentem is volna tovább, de hát mit tudom én, nem voltam jó káder, vagy valami miatt nem vettek fel. Próbáltam a jogi egyetemre, Szegedre, próbálkoztam, talán Salgótarjánban volt akkor, egy közgazdasági technikumot végeztem, próbáltam oda is jelentkezni, nem vettek fel. De hála a jó Istennek, mert egyik se lett volna. A jogász az különösen nem lett, tehát én nem tudok ülni, én igazságtal... Na, tehát lényeg az, hogy hálát adtam épp a napokban a jó Istennek, hogy ide vezérelt engemet, mert én nagyon szeretem azt, amit csinálok. Ha azt kérdezem, nekem könnyűnek tűnik ez a kérdés, de hát egészen más, ahogyan ön fogadhatja. Ez könnyű munka? Eszembe se jut, hogy könnyű vagy nehéz. Hát vannak nehéz része is, vannak könnyű része is. Tehát a maga kalap megformázása anyagtól függően eléggé nehéz tud lenni, de hát a befejezési munkák azok nem nehezek. Hányféle anyaggal dolgozott? Számtalannal. Annak idején, nem tudom, ilyet mondhatok, de mondja, állítson le, annak idején mindennel foglalkoztam az ipari tanuló iskolába, szegény Ferencné mondta, hogy Imre, figyelj már ide a szövetekre, meg egyebekre. Mondom, én nem foglalkozom a szövetekkel, aki ezt hallja, figyeljen oda, hogy elsőre ne mondjon semmire igen, de az se, hogy nem. Mert annak idején bárcsak odafigyeltem volna a szövetekre, mert most már hagyományos kalapanyagból sokkal kevesebbet dolgozok, mint szövetből. És jó lett volna annak idején, amit az ipari iskolában tanulhattam volna, de nem tanultam, mert nem figyeltem oda. Abban a tudatban voltam, hogy hát én kalapokból meg fogok élni, és ez nem igaz. Önnek mikor volt az első kalapja? Fiatal emberként gondolom. Kérdezzen könnyebbet. Hát, nem tudom, hát ez természetes volt, hogy... Egy édesanyja készítette? Azt sem tudom. Így már nem emlékszem, hogy... De mindig volt a fejemben valami. Most is kalapba jött, ugye? Így van, ez elválaszthatatlan tőlem. Az eleve, hogy mutassam is, hogy ez a szakmám, a másik pedig az, hogy sokkal elegánsabb, sokkal jobban néz ki valaki kalapba. És akkor egy adott esztendőt, ha tekintünk, akkor hány kalap váltja egymást az ön fején? Nem sok, hát ezek különösen hagyományos kalapanyagból készült dolgok 50 év, akár ha vigyáz rá, hogy a moly nem esik bele, akár 50 évig is kalap. Tehát ez van több kalapom, de akár egy kalapot is elhordhattam volna az idők folyamán, de vagy eladtam, mert hirtelen valakinek kellett valami. Nem tudom így hirtelen megmondani, de van kalapom is, meg csinálok is, ha szükséges. Tudja, hogy jó Schusternek nincs jó cipője. Ha bemegy önhöz egy hölgy, akkor mi a valószínűbb, hogy vannak készen kalapok és választ abból, vagy
együtt megpróbálnak megtervezni, kitalálni egyet? Nem, hát itt megtervezés, tehát formáink vannak, hogy úgy mondjam, kaptafák közérthetőben, és így elképzelés szerint van nekem legalább 400 féle formám, azt még variálhatom, még mit tudom én, akár 2000 félére is azt lehet mondani azokat a dolgokat, vagy lehet, hogy butaságot mondtam, de nagyon sokszorosára a 400-nak. De így megtervezés alapján, de a forma nélkül nem tudok létezni. Tehát az anyag olyan, akármelyik anyag, különösen a nyári anyaggal, csak formára tudom dolgozni. De hát ugye, ha a hölgy tudja, hogy milyen ruhát fog viselni, vagy hogyan szeretne megjelenni, akkor a díszítést ki lehet találni. Vagy az már részletkérdés. Ön nem feltétlenül mindig így egyénileg dolgozott és végezte ezt a munkát, és ha jól tudom, nem is mindig Nyíregyházán. De, mindig Nyíregyházán. Mindig Nyíregyházán. Jó anyámnál dolgoztam 58-ig, akkor anyámat beugrasztották, bekényszerítették, mert azt mondták neki, hogy ráúszítják az adóhivatalt, hogyha nem megy be a textilruházati vállalathoz részlegvezetőnek. Ott dolgoztam 58-tól, vagy igen, 58-tól 68-ig, csak aztán ott nem egyezkedtem a vezetéssel, és aztán meg valamikor zongoráztam, és a zongora tanárnőmnek három gyönyörű lánya volt, és akkor már többre akartam jutni, és akkor elkezdtem esti iskolába járni, ahol aztán közgazdasági technikumot végeztem, mert ott nem kellett orosz tanulni, mert apámat az oroszok vitték el, és Málenki robot miatt nem akartam orosz tanulni. Utólag már nagyon bánom, mert járok olyan területekre alapanyagbeszerzés miatt, ahol oroszul kéne tudni, és mindig kell egy nyelvet vinni magammal, mert sajnos nem tudok, és ez mindig utána okos az ember. És tehát a 50-es évek, illetve a 60-as évek elején az 5-ös akövben dolgoztam, vagy 2 évet, aztán jobb fizetés reményében elmentem a városgazdálkodási vállalathoz. Ott aztán meghalt az igazgató, aztán átszervezés volt, és mondták nekem, hogy keresek valami állást. Á, mondom, nem fogok én másnak itt gazsulírozni, önállósulok. És aztán így lettem önálló. És akkor ennek hány éve már? Hát tündérjányom azt mondja, hogy 65-től számolja ki, 53. 53. És iparos is, iparos pedig már több mint 50 éve vagyok. Tehát elmentem Budapestre a Sapka és Kalap KTS-be, 7-től 4-ig dolgoztam a szövetkezetben, 4-től elmentem, mert hál' Istennek, hogy férfi-női kalapmester vizsgázni lehetett csak. Elmentem a szövetkezetbe, az egyik munkatársam protezsált az egyik Berzsenyi utcai iparoshoz, és 4-től pedig orvérzésig, ha szabad ezt a kifejezést használni, dolgoztam nála ingyen, csak hogy dolgozhassak, mert akkor még ilyen volt, de nagyon sokat megtanultam. Nagyon-nagyon. Ez. Tehát anyámtól a töredékét. Tehát anyám masamód volt, és a kalapos dolgokat nem tudta úgy, mint ahogy amiket én megtanultam. Akkor részben. Tegyük már tisztába ezeknek a kifejezéseknek a jelentését. Tehát a kalapos maga én vagyok, a masamód pedig a feleségem, aki fejezi be a dolgokat. Miből áll az ön munkája, és miből az övé? Én megformázom a kalapot, ő pedig földíszíti. Illetve hát amit géppel kell belevarni, meg hát minden, amit kézzel kellett varni, mert most már egyre kevésbé tud segíteni betegségem miatt sajnos. És akkor önök a munka kapcsán találtak egymásra, vagy így alakult? Mindketten paralízisek vagyunk, gyerekparalízisek, és így ismerkedtünk össze, és aztán őszintén megvalva első látása, meg beleszerettem a nejembe, akit nagyon becsülök, nagyon, tehát egy óriási segítséget találtam benne, egy szegedi Szabó család gyereke, tehát az apja is, az anyja is, az anyja különösen egy nagyon jó varónő volt, ő pedig cipőgyárba dolgozott annak idején, és aztán sok-sok szaladgálás után
végre elnyertem a kezét, de sokat erőszakoskodtam vele, mert szerettem volna őt, és végső soron nagyon jó munkatársra találtam, nagyon sok mindenben nagyon jó. Hát ez egy kivételes helyzet, hogy önöknek akkor viszonylag sok időt kellett, vagy kell a mai napig együtt tölteni. Hát együtt töltünk munkába, másra nem volt idő sose. Sajnos, mert az életünk elszaladt, és a munka, mert ő is, mondom, nagyon szeret dolgozni, ő egy rendkívül jó munkaerő volt a minőségi cipőgyárban Szegeden. Volt egy kis aférje a főnökségével, és azt mondta, meg ki akarták lökni, azt mondta a főnök, hogy Horváth Erzsé nélkül ő nem vállalja a normát, ha Horváth Erzsé, mert ez a kereszt, vagy lány neve, ha Horváth Erzsét kirakják, akkor ő nem mond a vezetőséről, mert nem lehet teljesíteni ő nélkül. Tehát rendkívül jó munkaerő minden tekintetben. Hányan vannak kalapkészítők Nyíregyházán? Egyedül. A megyében is egyedül. De vannak megyék, ahol nincs egyáltalán kalapos. Mit tudom én, népi táncosok, legutóbb töltöttem ki számlát, ilyen ápás számlát Szolnokra például. Mert népi táncosok egymásnak adják, mert igyekszem, hát Nyíregyháza nem egy olyan fizetőhely, mondjuk, mint Debrecen, mert Debrecenben jártam a Csapó utcán, 30-40 ezer forintért is adok egy kalapot, én meg a felénél is harmadáért adok egy kalapot, és ennek következtében lehet, hogy ezért is jönnek, lehet, hogy másért is, nem tudom. És mit gondol, hogyha a fővárosban élne más lenne a helyzet? Nem élnék a fővárosban. Én nagyon szerettem, nagyon szép Budapest, de én élni ott nem szeretnék. Én alig vártam, hogy hazajöjjek. Én gyökeres szabolcsi vagyok, és én innen el nem igen mennék. Tehát én nekem nem tudnak olyat kínálni, hogy én innen elmenjek. De mit szeret a legjobban Nyíregyházában, ha kérdezhetek ilyet? Nem tudom, az egész várost. Nem tudom. Önöket, szép asszonyokat, és a többi. Igen, hát akkor ön végignézte az elmúlt évtizedekben, hogy milyen változások mentek itt végbe, de hát azt a változást is, hogy hogyan módosul az embereknek az öltözéke, az ízlése. Jaj, arról ne is beszéljünk. Hát manapság már felveszi az elegáns zakót a televízióba, szakadt nadrág, tehát ez már az én 76. évemet, ez már. Anyám mondta ilyenre, hogy visítani tudnék, hogyha valami ilyesmi volt, tehát én is valahogy így vagyok. Abban az időszakban, amikor úgymond egy kalapkészítő mesternek tényleg volt munkája. Nem tudom, ez meddig tartott egyébként? Hát még a 90-es évek elejéig, amikor az Ünnyom utcai üzletnek lévő helyet megvettem, akkor még pontosan azért vettem meg, mert a város legjobb helyének egyik, nem hogy helyének egyike volt, de a legjobb helye volt. Tehát azóta óriásit változott minden, és a forgalom is óriásit csökkent, sajnos ilyen zuhanó repülésben. Akkoriban azért egy hölgynek, aki viselt kalapot, hány kalapja volt? Én nem tudom, hogy, de 5-10 biztos, igen, 5-10 biztos volt. Ó, hát nagyon sok, nagyon-nagyon sok. A város legszebb asszonyai azok hozzám jártak. A férjük szemmelátára udvarolhattam, mert én meg nem állom, hogyha szép asszony valaki, hogy meg ne dicsérjem. Még nem vágtak orba érte. Hozott magával egy pár kalapot nekünk mutatóba. Elképzelhető, hogy ugyanezekből egy-egy darab van valakinek az otthonában is, amelyek így néznek ki? Elképzelhető, bár igyekszem mindig nagyon sok félét csinálni, mert az igaz, hogy a hölgyek egyrészt azt mondja, hogy nekem olyan kell, mint a szomszédasszonynak, de volt olyanom, egy tanárnő, sose felejtem el, hogy munkatársai bejöttek, hogy mutassam már meg, hogy a XY hölgyeménynek milyen kalapot készítünk,
hát föl volt háborodva, hogy hogy mertük megengedni azt, hogy még fel is próbálják a munkatársai azt a kalapot. Tehát vannak hölgyek, akik egyediek akarnak lenni, van pedig olyan, aki ugyanaz akar lenni, mint a szomszédasszony vagy akárki. Tehát sokfélék vagyunk. Hát igen, én mind a kettőt el tudom képzelni, és példát is ismerek rá. Ha valaki a felnövekvő generációból mégis szeretné megtanulni ezt a mesterséget, van rá lehetőség egyáltalán? Lenne boldogan, tehát annyi minden szakmai tudásom van, ahhoz képest, amikor én elindultam innen a 60-as évek elején, vagy közepén, nem potyán nem kezdenek hozzá az iparhoz. Boldogan adnám át a tudásomat. Őszintén megvalva, van egy kis unokahúgom, Debrecenbe él, aztán mondta, hogy Imre, megmutatnád, hogy hogy is van, mint is van? Mondom, gyere, én nagyon szívesen megmutatom neked, vagy kétszer eljött, azóta se. Győrből is jött egy kis hölgyemény, aki ismeretségeink által, ő csinálja is a szakmát, de Budapesten. De iskolai körülmények között van arra lehetőség, hogy valaki ezt megtanulhassa? Könnyebbet kérdezni, nem tudom. Tehát én egy szakbarbár vagyok, én csak egyet látok, hogy tehát legutoljára egy tanulóm volt közel 30 éve. Körülbelül 30 éve volt, de ő sincs a szakmában már. Átváltott gyógynövényesnek, vagy valami ilyesminek. Ha megtesszük azt, hogy egy kicsit kilépünk kis hazánkból, és mondjuk széjjel nézünk Európában, vagy a világban, melyik az a nemzet, aki nagyon szereti a kalapokat? Hol hordanak vajon nagyon sokan kalapot? Könnyebbet kérdezem. A 70-es évek közepén, amikor végre kijutottam, vagy ki lehetett jutni az országból, olyan 4000 forintért lehetett fejenként, a feleségemmel elmentünk Párizsba, mondom, divat fővárosába, ott is nagyot csalódtunk. Nem mentünk el szinte sehol, hanem mindig csak a divat dolgokat, tehát a hivatalos programokat nem csináltuk végig, hanem mentünk, hogy mit láttunk, hogy láttunk, ott is csalódtam nagyot. Nem beszélve róla, hogy Belgiumban él egy barátom, akinek a felesége Ibolya ugyancsak, aki nagyon kalapot viselő hölgyemény volt Nyíregyháza, csak valami módon kikerültek, mert a férfinek az édesanyja oda ment férhez. Azt mondja, ha őt itt fölvenni azokat a kalapokat, hülyének néznék. Mennyi idő alatt lehet elkészíteni egy kalapot? 5 óra. Az igen. Sokszor hozzá kell nyúlni, tehát kis részletekben 5 óra körülbelül. Meg tudjuk nevezni a legkülönlegesebb anyagot? Hagyományos kalapanyagban a legkülönlegesebb a nyúlszőr, a legjobb, legkülönlegesebb, annál jobb nincs. Tehát ebben a szakmában kétféle anyag van, Isten igazából hagyományos kalapban, de a szövetről nem beszélek, gyapjú és nyúlszőr. Mennyire hasonlít a fejünk nagysága nekünk embereknek? Van-e extra nagy fejű ember, vagy extra kicsi fejű? Már elnézést, hogy ilyet kérdezek. Igen, van. Hát itt volt például, csináltam is a Verebes igazgató úrnak annak idején, amikor itt volt igazgató. Bizony ő neki extra fejbősége volt, hogy aztán 62-es volt, vagy 63-as, nem tudom megmondani, de anyám emlegette, hogy második Rákóczi Ferencnek is, a vitézlő fejedelemnek is 63-as fejbősége volt. És éppen most csinálok, egy Debrecenből jöttek népi táncosok, egy 61-es fejbőségű népi táncos kalapot. Mert hogy az átlag az? Hát az átlag az 56-57. 58 manapság, mert azért nőnek fel az ember. Tehát nem olyan alacsonyak az emberek, és így, mivel a magasság is növekszik ennek következtében, fej is növekszik, és a fejbőség is. Akinek van egy ilyen szép kalapja, az biztosan vigyáz rá, de például lehet ezeket mosni? Kimosni ki lehet, csak egy szépséghibája, hogy elveszíti a formáját. Tehát tisztítani is én úgy tisztítom, hogy kimosom, és aztán újabb formázom. Tehát hagyományos kalapot szigorúan tilos kimosni, mert elveszíti a formáját. És a hagyományos kalapanyagból mindenféle színű kalapot el lehet készíteni?
Hát ha van anyagom, mindenféle. Valamikor volt mindenféle színem, még most is van nagyon sok, mert óriási raktárkészletem, képletesen szólva a régiekhez képest, óriási raktárkészletem a színekbe is, de nem igénylik. Nem igénylik. Sajnos zömmel fekete-fekete. Manapság, vagy mostanában az utóbbi egy-két évben végre már talán néhány színes kalapot is kértek, de elegyésző. Említette, hogy az orosz nyelvnek hasznát vehetné olykor az alapanyag beszerzéskor. Ez milyen sűrűn? Hát egyre ritkábban, mert Husztra járok át alapanyagért, ott van egy nagyon jó kalapgyár, ahol merem mondani, hogy a világ legjobb alapanyagját csinálják, és nagyon jó lenne. Hát a Beregszászi volt pártitkár özvegyé, nem, annak idején ő már átjárhatott, és ismertük egymást, és ő szokott jönni nekem fordítani. Mikor volt legutóbb? Nem merek most átmenni, vagy 3 éve volt legutóbb, talán akkor még nem volt ez a háborúság, nem is tudom, körülbelül akkor voltam, de már akkor volt az igaz, hogy a gyárnak a kocsija lehozta nekem Beregszászig, mert addig elmertem menni, mert minden évtized kettesei, hármasai, akik közé én tartom, túl óvatosak vagyunk. Nem mertem menni feljebb, és elhozták nekem az anyagot Beregszászra, és akkor ott fizettem ki, és onnan. Tehát odáig voltam, Husztra, nagyon régen voltam. Kell-e menni valamikor a közeljövőben? Amíg ott háborúság van, mondom, minden évtized kettesei, hármasai a kínai ötelem szerint a vízhez tartoznak, és a víz húz le bennünket, én túl óvatos vagyok. Jobb félni, mint megijedni. Mikor fog legközelebb kalapot készíteni, tudja-e? Van-e most megrendelés? Megrendelés nagyon kevés van, de most pontosan hivatkoztam erre a 61-es fejbőségűre, meg még másik dolgot is rendeltek, az nem akkora nagyságú, az munkában van, de ahogy említettem, a feleségem betegsége miatt most egyre kevesebbet járok dolgozni, de ma is dolgoztam, ha nem is sokat. És holnap a születésnapján is fog valami dolgozni? Hát ez munkával ünneplem. Ha tehetem, bár holnap nem valószínű, mert egyéb dolgaim lesznek. Hát még egyszer Isten éltesse, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én köszönöm, hogy gondolt rám. A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.